Vadonatúj laptopok bontatlan dobozokban jó kezekbe kerülnek, hiszen hátrányos helyzetű tanulók használhatják majd ezeket nap mint nap. A hálózati tudás terjesztéséért programiroda alapítvány a Cisco Magyarországgal közösen indított pályázatán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum tanulói számára ajánlotta fel ezeket az eszközöket. Összesen 100 laptopot, melyekre pályázniuk kellett a diákoknak. A koronavírus okozta helyzet megmutatta, mekkora szükség van arra, hogy a diákok megfelelő digitális eszközökkel rendelkezzenek annak érdekében, hogy hátrány nélkül tudjanak átállni az otthoni tanulásra, ha szükség van rá. Avval a problémával szembesültek, hogy nincs mivel bekapcsolódni egy online tanórába. A gondolkodást és a kezdeményezést nagyon, nagyon jó együtt dolgozás követett. A cégek felajánlották a támogatásukat, megszerveztük ezt az egészet, és aztán közös gondolkodás nyomán kiválasztottuk a Nyíregyházi Szakképzési Centrumot első menetben, hiszen ez egy olyan terület, ahol nagyon sok hátrányos helyzetű diák van. Egy olyan partner találtunk a Nyíregyházi Szakképzési Centrum személyében, akivel nagyon jól együtt tudunk dolgozni, és ennek eredményeként tudjuk most ezt a 100 laptopot átadni. Tekintettel a járványhelyzetre az eseményen a Nyíregyházi Szakképzési Centrum iskoláit csupán egy-egy nyertes tanuló képviselhette. A többi diák is megkapta a laptopot, őket online kapcsolat segítségével vonták be az ünnepélyes átadásba. A szakképzés egyébként jelentős átalakuláson megy át ezekben a hónapokban, ez a karitatív kezdeményezés pedig jól illeszkedik mindehhez. Mert hogy egyre nagyobb szerephez jut ugye a digitalizáció, nem csak most, amikor ilyen rendkívüli helyzet van, hanem hát egyébként is az oktatásban ennek fontos szerepe van, és nagyon szeretnénk, hogyha egyébként az otthoni körülmények olyanok lennének a gyerekek számára, amely megteremteni a feltételeket a nyugodt tanuláshoz, a szakmára való készüléshez. Ehhez ad jelentős támogatást ez az alapítvány által szervezett adomány. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum célja rövid távon a versenyképesség megtartása, hosszú távon az innováció, ez utóbbihoz pedig a digitális közösségi alkotóműhely és a folyamatosan bővülő eszközpark nagy segítséget nyújt. Magyarország továbbra is szakemberhiánnyal küzd, ennek felszámolása érdekében ettől az évtől kezdődően a 9. évfolyamosok már valamennyien ösztöndíjban részesülnek.